Muráliák. A hátam mögött látható alkotás, Berki Viola festőművésznek a munkája. A festőművésznő 1969-ben kapott erre a munkára megbízást, képzősiparmészeti lektorátustól, és 1970-ben már elhelyezésre is került az alkotás. Egy jellegzetes Berki Viola kép mindig nagyon jelképes és meseszerű, hogy az ő alkotó módszerére nagyon jellemző az, hogy a történetek egymás szövik, organikusan nőnek ki egymásból, és hogy van egy képindító motívum, és végül ezer szállal szinte ilyen kaleidoszkópikusan forr össze maga az ábrázolás. Mindvégig nagyon jelentős szerepet töltenek be munkáiban azok az élmények, amiket gyermekkorában kiskunhalason szerzett. Mindig nosztalgiával és csodálattal gondolt arra a nagyon izgalmas és misztikus betyárvilágra, amit itt gyermekként ott megélt, akár a halott mesék világán keresztül is. Azt mondhatjuk, hogy körülbelül ebben az időszakban alakult ki a festőművésznőnek ez a nagyon egyedi hangú, összetévesztetetlen stílusú festészete, amit itt is látunk a Tárnok utcai iskolának a falán. Ez volt az első murális megbízása egyébként. Ezt még követte néhány nagyon hasonló monumentális munka. Ha ránézünk a képre, akkor azt látjuk, hogy egy rendkívül színes, organikus kompozícióról van szó, és nagyon könnyen fölismerhetjük benne például a művésznőnek a keleti kultúrák művészete iránt való szenvedélyét és vonzalmát, a miniatűrfestészethez való vonzódását, a népi motívumok, vagy a szőnyegszövés, szőnyegdekoráció részletgazdag motívum világának a hatását. A fali kép Buda törökkori emlékeinek a feltárását ábrázolja.